Tényleg nagyon szépen köszönöm az elmúlt Sírva búcsúztak hallgatóiktól a rádió Eger műsorvezetői két évvel ezelőtt. Több vidéki rádióhoz hasonlóan akkor az ő frekvencia sem hosszabbította meg a média tanács. A független helyi rádiók frekvenciái közül többet is az egykori filmügyi kormánybiztos biztos Andy Vajna egyik cége nyerte el. Majd azokon egyre több helyen kezdett sugározni a Rádió 1. A média tanács azonban nem csak frekvencia engedélyekről dönt, hanem a teljes magyar médiapiacot is felügyeli. A testület elsődleges feladata, hogy biztosítsa a demokratikus nyilvánosság működését. Ezért ellátja azokat a hatósági feladatait is, amelyekkel megakadályozható a jogszabályba ütköző piaci koncentráció. És annak alaptörvényéhez hű lesz. Karas Mónika eskütétele a parlamentben. Ő a médiatanács elnöke, akit az előző elnök Szala Anna Mária halála után 2013. szeptemberében választottak meg. A tanács másik négy tagja viszont 2010 óta van a helyén. Mindannyiukat a kormány oldal jelölte, ugyanis a kormánypárti kétharmad egyetlen ellenzéki jelöltet sem hagyott jóvá. Vagyis a magyar médiapiacot 9 éve kizárólag kormánypárti delegáltak felügyelik a kilenc év pedig éppen azt szolgálja, hogy stabil legyen a rendszer, hogy átlátható legyen a rendszer, és ne legyen kiszolgáltatva a mindenkori politikai helyzetnek vagy felállásnak. Ezt még a médiatanács felállítása előtt mondta a Fidesz akkori képviselője. A híradónak nyilatkozó média jogás szerint azonban a stabilitás abban nyilvánult meg, hogy a média tanács rendre olyan döntéseket hozott, amivel a kormánynak és a Fidesznek kedveztek. A két a tevékenységük számos ponton, számos döntésben, minden olyan döntésben, ami a piac működését jelentősen befolyásolta, azt mutatja, hogy hogy kifejezetten a politikai akarat végrehajtóiként képzelték el magukat. A kilenc évük októberben lejár, így új tagokat kell jelölni. Legalábbis kellett volna. De a tagokat jelölő parlamenti bizottságban a kormánypártok nem neveztek meg jelöltet, mert problémásnak találták a média törvényt, amit ők maguk írtak és fogadtak el 2010-ben. Arra jöttünk rá, hogy túl szigorúak a törvényi feltételek, hogy, hogy túl bürokratikus az egész jelölési folyamat így most nem jelölünk új tagokat, szeretnénk megvizsgálni ezeket a törvényi feltételeket. A Fidesz pénteken nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy pontosan mit kívánnak változtatni a törvényen. A jobbik szerint a Fidesz csak azért akar új szabályokat, hogy az új tagokat már ne kössék szakmai elvárások. Ez a törvénymódosítás nem jelentheti azt, hogy a szakmai kritériumokat a médiatanács tagjaira kigyengítjük. A jobbik mellett a többi ellenzéki párt is azt követeli, hogy ezúttal legyenek ellenzéki tagjai is a médiatanácsnak. Habár a jelenlegi tagok mandátuma lejár, feladataikat mindaddig elláthatják, ha még újakat nem választanak a helyükre. Időbeli korlát pedig nincs, így bármeddig a helyükön maradhatnak. Tárkányi Zsolt, RTL Híradó, Budapest.